Országosan mintegy 4 milliárd forint volt a támogatás összege, ezt emelték meg most 1 milliárd forinttal. Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz, hogy jövő év februárjáig éljenek a támogatással. Tolna megyében 78 település érintett, és összesen valamivel több, mint 120 millió forint jut a megyére. A segítséget fában kapják meg az érintettek. Bátára 2,2 millió forint jut. Hát maximálisan ugye 182 erdei köbmétert igényelhettünk, ennyit is kértünk, és 116 erdei köbméter kemény lombos tuzifára kaptunk lehetőséget. Ez körülbelül olyan 100-110 embernek az egy köbméter körüli tűzifával való ellátására elegendő. A település önkormányzata fontosnak tartja az öngondoskodás elvét, így a szociális ellátásból eredő tüzelőanyagot csupán segítségként értelmezi, ezért a fűtési szezon vége felé február környékén osztják majd szét a tüzelőt. Vannak olyan emberek, akiknél ez a támogatási forma hát úgy csapódik le, vagy azt vonják le belőle, hogy az állam kötelezettséget vállalt arra, hogy a szociálisan rászorultakat ingyenesen ellássa téli tüzelővel. Most ez a támogatási forma nem erről szól. Én meg tudom azt erősíteni, mert az alaptörvényben is benne van, hogy helye van az öngondoskodásnak a magyar emberek életében. Faddon is sorban állás lesz a tüzelőért, és így sem kaphat mindenki. Fülöp János polgármester azt mondja, ha elfogy a fa, vonalat kell húzni. Aki ez alatt van, annak nem jut a támogatásból. Szerintem egy 100 fő körülbelül lesz az, aki jogosult rá, de nem tud kapni, mert nincs annyi. A település 4 millió forintnyi tüzelőtámogatást kapott. A polgármester azt mondja, jobban szeretné, ha az adóerőt képességben állnának a megye élén, mint szociális rászorultságban. 376 köbméterre vagyunk jogosultak, ugye az önkormányzat 1-től 3-4 köbméterig adhat egy családnak. Mi az elmúlt évek gyakorlata alapján azt választottuk, hogy egy köbmétert adunk, hogy minél több rászoruló kaphasson. 270 köbméter fát kaptunk, gyakorlatilag ez 4 millió forintos támogatást jelent. Ez az önkormányzatnak még ugye hozzá kell 1-2 millió forintot tenni, mert ugye ezt a fát ide is kell hozzuk, valószínűleg ugye a Gemencből, és ki is kell vigyük, akik kapnak majd fát. Mindkét településen elhangzott, a segítség olyan feszültségeket gerjeszt, amit nehéz kezelni, mert a rászorulók jelentős része nem a törvényi előírások szerint értelmezi a támogatást, így állandó elégedetlenség lengi körül az intézkedést.